Szeretettel köszöntöm a konferencia hallgatóit. Előadásomban az új gazdasági mechanizmusnak bizonyos aspektusairól szeretnék beszélni önöknek. Előadásom címe Cui Prodest, vagyis kinek az érdeke. Az új gazdasági mechanizmus egy viszonylag jól feltárt területe a Kádár-rendszer történetének. Rengeteg elemzés született, mind történészek, mind közgazdászok tollából. Arra teszek most kísérletet, hogy ezeket az elméleteket és általam is elfogadott nézeteket egy kicsit új megközelítéssel bővítsem, olyan megközelítési pontokat nyújtsak, amin érdemes lenne a továbbiakban elgondolkodni és ez irányban is kutatásokat folytatni. Az új gazdasági mechanizmus beindítása 1968-ra esett. Ez az az időszak, nem csak a keleti blokk, hanem az egész európai történelemben, amely jelentős változásokat hozott, nagyon komoly feszültségek jelentek meg a világban ebben az időben. Itt általában a nyugatot nézzük, társadalmi feszültségekről beszélhetünk. A keleti blokkban pedig ez az az időszak, amikor, tehát a 60-as évek közepe, amikor már teljesen nyilvánvaló, válik mindenki számára, hogy a szocialista tervutasításos gazdálkodás életképtelen. Tehát itt a társadalmi feszültségeken kívül nagyon komoly gazdasági problémák is jelen vannak, úgyhogy a régió országai mindenhol megpróbálnak valami reform irányzatot követni, valamiféle reform felé elmozdulni. Tudjuk, hogy ezek a válságjelenségek mondjuk Csehszlovákiában, Lengyelországban is ugyanúgy megjelennek, és ugyanúgy jelen vannak a reformtörekvések is. Ott azonban jelentős társadalmi feszültségekkel is együtt jár. Magyarországon ez azért nem mondható, mert Magyarországon a társadalmi feszültség már 56-ban robbant. Magyarországon a 60-as évek végén elsősorban gazdasági válságról beszélhetünk, és azt is elmondhatjuk, hogy egyedül Magyarországon sikerül olyan jellegű reform irányzatot elindítani, amelynek van néhány éves kifutása. Tudjuk, hogy Csehszlovákiában a prágai tavaszt a Varsói Szerződés tagállamainak fegyveres beavatkozása töri félbe még 68-ban. Tehát Magyarország az egyetlen olyan régióbeli állam a blokkon belül, ahol ezeknek a reform folyamatoknak némi idő is jut. A 70-es évek első éveiben 72-73-ra fulladt ki a gazdasági mechanizmus. Az eddigi elemzések egyetértenek abban, hogy elsősorban az ortodox kommunista vonal megerősödésének köszönhető a gazdasági mechanizmus leállítása, ugyanis attól félnek, hogy ez a fajta liberalizáció az megakadályozza, vagy ellehetetleníti, vagy megöli a szocialista gazdasági rendszert kárára, a rendszer összeomlása felé fog vezetni. Nyilván van ebben is elég komoly ráció, ugye az új gazdasági mechanizmus nagyon leegyszerűsítve arról szólt, hogy a gazdasági irányítást igyekeztek profitorientáltá, piacorientáltá és teljesítményorientáltá tenni, vagyis a termelő vállalatok autonómiát, önállóságot kaptak egyre többet, és ez azt jelentette, hogy valamiféle kapitalista piacgazdaság, persze nagyon szűken értelmezett, szűk keretek között értelmezett kapitalista piacgazdaságról van itt szó, de abban az irányba való elmozdulást jelentett, és ez az ortodox kommunisták számára egyértelműen elfogadhatatlan volt. Brezsnyev személyesen jelezte Kádárnak, hogy az új gazdasági mechanizmus elfogadhatatlan számukra, és ezután 72-73-ra ezt a reform folyamatot le is állították. Azonban az én kutatásaim arra mutatnak, hogy ezt kiegészítve nem csak az ortodox kommunistáknak volt érdeke az új gazdasági mechanizmus leállítása, hanem létezett egy nagyon sajátságos és a blokkon belül ekkor kizárólag véleményem szerint Magyarországon számottevő gazdasági érdekcsoport, amely kifejezetten a kapitalista piacgazdaság felé dolgozott, és azokat a kapitalista piacgazdaság nyújtotta szabadság és bizonyos tág keretek között tudott mozogni és érvényesülni. Ez az érdekcsoport
Elsősorban a külkereskedelem területén volt megtalálható. Külkereskedőkre, pénzügyi szakemberekre, bankárokra gondolok, és természetesen a pártelit egyes személyeire, vagy akár titkos szolgálati vezetőkre, akik segítették ennek az érdekcsoportnak az érvényesülését és munkáját. Hogy érthető legyen, hogy miért mondom, hogy kapitalista üzletpolitika alapján dolgozott ez az érdekcsoport már a 60-as években Magyarországon, ahhoz nagyon röviden föl kell vázolni, hogy hogy is néz ki a szocialista külkereskedelem. Ugye a szocialista külkereskedelem a blokk minden országában szovjet típusra épül fel, monopolizálják a külkereskedelmi tevékenységeket, létrehoznak olyan szakosított külkereskedelmi vállalatokat, akiknek kizárólagos joga az árucsereforgalom, való részvétel. Tehát a termelő vállalatokat kizárják abból a lehetőségből, hogy piaci szereplőként jelenjen meg a rendszerben. Ez azzal jár együtt, hogy a külkereskedelmi vállalatok monopóliumával elég jelentős gazdasági hatalom is együtt jár, hiszen nem terheli őket a termelés költsége, szabadon választhatnak a piaci partnerek közül, és nyilvánvalóan a piaci partnerek közül azokat fogják választani, akik számára a leginkább nyereséges üzletet tudják ajánlani. Ennek köszönhetően fölépül egy korrupciós rendszer a 60-as évekre, amely elsősorban az üzletfelek a partnerek korrumpálhatóságától függően választja ki az adott árucsere ügyletben a másik felet, tehát a nyugati partnert. Ez a fajta rendszer a 60-as évek második felére már egyértelműen olyan korrupciós láncolattá alakul, ahol az ebben résztvevő partnerek magánzsebekre is dolgoznak. Tehát itt nagyon megjelennek a nyugati folyószámlák, a különböző bankszámlák, ahol ezek a külkereskedelmi kiváltságosok gyűjthetik a magánvagyonukat. Nyilvánvaló, hogyha ez a rendszer, ennek a rendszernek a monopóliuma megbomlik, akkor a számukra nagyon komoly jövedelem kiesést jelent. Ugyanis az új gazdasági mechanizmus liberalizálásának az egyik jellemzője volt, hogy a termelővállalatok igyekeztek visszakapni a külkereskedelmi jogukat. Abban a pillanatban, amint a külkereskedelmi monopólium megszűnik, akkor a külkereskedelmi vállalatok vezetői, akik ennek a korrupciós hálózatnak a fontos pozícióját töltik be, azok elesnek egy nagyon jelentős jutalékrendszertől, jövedelemtől, tehát számukra nem volt támogatandó az új gazdasági mechanizmus fenntartása. Hogy milyen jutalékrendszert említettem? Nagyon röviden, ez is egy szovjet szisztéma volt. A jutalékrendszer lényege, hogy az árucsere forgalomba mindig belép egy közvetítő fél. Ez a közvetítő fél a tevékenységéért jutalékot kap, és ezek a közvetítő cégek, vagy üzletkötő emberek, ezek elsősorban a szisztéma kiépítésének a kezdetén a nyugati kommunista pártok emberei, a nyugati kommunista pártok vállalatai voltak, és ezzel a jutalékrendszerrel a Szovjetunió a nyugati pártok illegális finanszírozását igyekezett megoldani, kiegészíteni. Ezt a mintát a magyar és az összes blokk többi országa is természetesen átvette, Magyarországon viszont ezt a rendszer csúcsra járatták. Magyarország teljes külkereskedelmi forgalmának olyan nagy százalékát tette ki ez a közvetítő kereskedelem, mint sehol máshol a világon. Tehát egy nagyon fontos jövedelemszerző szisztéma, korrupciós rendszer alakult ki ezekre a jutalékrendszerekre, és nyilvánvaló, hogy a megerősödő gazdasági érdekcsoport a 60-as évektől kezdve egyre nagyobb lobby erőt fejtett ki a pártvezetésre, hogy saját maguk kezébe tudják ezt a közvetítő kereskedelmet vonni, olyan formában, hogy el akarták érni, hogy engedélyezzék a külföldi vegyesvállalatok alapítását, olyan vegyesvállalatok alapítását, amelyek egyértelműen ebbe a közvetítő kereskedelembe szálltak volna be közvetítőként. Az első adat, amit találtam egy ilyen cégalapítás kapcsán, 1960-ból származik,
Már 1960-ban Fekete János és Nyerges János megpróbálnak nyomást gyakorolni a pártvezetésre, hogy engedélyezzenek egy tranzit kereskedelemmel foglalkozó cég alapítását a nyugati világban. Fekete János neve szinte mindenki számára ismert, ő az, aki később a Magyar Nemzeti Bank alelnöke lesz, ekkor még a Deviza igazgatóság vezetője. Nyerges János viszont egy szürke eminenciás a külkereskedelemben. Ő az 50-es éveket megelőzően már az államvédelem ügynökeként Svájcban egy olyan feladatot lát el, hogy a valószínűleg nem csak Magyarországról érkező, hanem a szovjet blokk felől érkező pénzeket, titkos szolgálati pénzeket, komintern pénzeket mozgat svájci bankokon keresztül, és ezáltal különböző nyugati bomlasztó tevékenységeket finanszíroz. Tehát egy olyan figuráról van szó, aki nagyon jól ismeri a kezdetektől ezeket a titkos pénzmozgási hálózatokat és lehetőségeket. 1950-ben tér vissza Magyarországra, és innentől kezdve a külkereskedelmi minisztérium főosztály vezetőjeként dolgozik, és tulajdonképpen ő az az ember, aki egy személyben felügyeli a minisztérium részéről a teljes nyugati árucsereforgalmat. Tehát minden a kezén megy keresztül, ami nyugat-európai cégekkel való kereskedelmi kapcsolatot jelent. Ekkor, 1960-ban ezt a vállalat alapítást elkaszálja az akkori pénzügyminiszter, Nyers Rezső. Ugye Nyers Rezső lesz később az új gazdasági mechanizmusnak az atya, ő az, akinek leginkább nevéhez kötjük a reformok bevezetését, és látjuk, hogy már 1960-ban is komolyan nehezíti és akadályozza ennek a külkereskedelmi érdekcsoportnak a működését. A lobby azonban megmaradt, hiába kasszálják el 60-ban ezt a kezdeményezést, a kereskedelmi lobby nagyon évről évre egyre erőteljesebb nyomást gyakorol a pártvezetésre, hogy engedélyezze ezeknek a vállalatoknak az alapítását. El is érik, hogy 1968-ban a Magyar Külkereskedelmi Bank kapja meg azt a lehetőséget, hogy a nyugati világban működő cégek felett ellenőrzést gyakoroljon. Ennek azért van jelentősége, mert 68-ban a Magyar Külkereskedelmi Bank élén egy Salusinszky István nevezetű ember ült, aki talán 62-63-ban foglalt el a Külkereskedelmi Bank vezéri székét, előtte a Római Kereskedelmi Kirendeltség vezetője volt a katonai felderítés ügynökeként, korábban pedig tulajdonképpen már 45-től a külkereskedelemben tevékenykedik, és ő lesz az, aki évről évre a Magyar Külkereskedelmi Bank jelentéseiben egyre nagyobb fejezetet szentel annak, hogy miért van szüksége Magyarországnak a vegyes vállalati rendszer kiépítésére. 68-ra ugye eléri, hogy a már meglévő vállalatokat irányíthatja a Magyar Külkereskedelmi Bank, ekkor nagyjából 14 vegyes vállalat van Nyugat-Európában, ami magyar, félig meddig magyar tulajdonban van. És innentől kezdve az alapításoknak a szisztémája is egyre könnyebbé válik, ugyanakkor egyedi engedélyhez kötött. Tehát 1972 előtt a vegyes vállalatok alapítása mindenképpen a rendszer, az alapítása az mindenképpen a rendszer egyedi engedélye szükségeltetik. 1972-re azonban elérik, hogy megszületik egy olyan pénzügyminiszteri rendelet, amely lehetővé teszi a külkereskedelmi vállalatoknak azt, hogy egyedi engedélyezés nélkül cégeket alapíthassanak Nyugat-Európában. Hozzá kell tenni, hogy ez a 72-es dátum, 72 őszéről, ha jól emlékszem, októberről beszélünk. Nagyon fontos, hogy új pénzügyminiszter van ekkor már a székben, 71-ig, ugyanis Vályi Péter tölti be a pénzügyminiszteri posztot, és Vályi Péter, aki szintén Nyers Rezső mellett az új gazdasági mechanizmus egyik kiemelt személyisége, és a reformok kialakításának egyik meghatározó embere volt, 71-ig pénzügyminiszteri a tárca élén megakadályozza ennek a rendeletnek a megszületését. 71-ben Vályi Péter a minisztertanács elnök helyettese lesz, és innentől kezdve szabadabb lesz az út
a rendelet megszületéséhez. Hozzá kell tenni még egy nagyon fontos előzményt. 71-től nagyon komolyan lobbizik azért ez a külkereskedelmi érdekcsoport, hogy a Siemens-szel létrehozzanak egy keretszerződést, amit szintén a pártvezetés, a kormányvezetés nem támogat. 72-ben azonban, bár a keretszerződést aláírni még nem tudják, annyit elérnek, hogy egy olyan szerződés születik a Siemens és a magyar állam között, amely egy vegyes vállalat létrehozásáról szól. Ez a vegyes vállalat egyébként olyan vegyes vállalat lenne, ami magyarországi székhelyen működik, tehát Magyarországon van bejegyezve. Nincsen meg a jogi feltételrendszer egy ilyen cég megszületésének, ki kell alakítani a kereteket, és talán ennek is köszönhető, hogy 72. októberében megszületik a pénzügyminiszteri rendelet, bár nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ez a rendelet nem azokra a cégekre vonatkozik, amelyek magyarországi székhelyen vannak bejelentve, hanem azokra a cégekre, amelyek külföldi székhelyen jönnek létre. És miért fontos a Siemens szerepe ebben az egész lobbiharcban, ebben a gazdasági versengésben? Hogy ezt megérthessük, egy kicsit meg kell nézni, hogy ki volt Sebestyén János, és mi volt ez az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság. Sebestyén János villamosmérnökként már 45-től részt vesz az ország gazdasági újjáépítésében, az ország villamosításában, kormánybiztosként felügyeli Sztálinváros és az ottani vasmű felépítését, és aztán 1957-ben az ő karrierjében egy nagyon érdekes váltás történik. Sebestyén János Frankfurtba kéri magát, a frankfurti külkereskedelmi kirendeltség vezetője szeretne lenni. Mivel eddig műszaki vezetői beosztásokat végzett, a kereskedelemhez korábban semmiféle köze nem volt, ezért nagyon meglepő, hogy kereskedőként szeretné tovább funkcionálni. Hogy megértsük, hogy mi van e mögött, tudni kell, hogy Frankfurt egy kiemelt szereplője volt a nyugat-kelet közötti árucsereforgalomnak. Frankfurt volt az a város, amelyen keresztül a magyar külkereskedelmi lobby, és hozzáteszem, hogy a magyar titkos szolgálatok is egy behatolási pontot, egy behatolási csatornát nyitottak nyugat felé. Tehát frankfurti külkereskedelmi kirendeltség, amit egyébként hivatalosan 49-ben hoznak létre, kimagasló szerepe volt abban, hogy a nyugat-német nagyiparvállalatokkal való kapcsolatok kiépüljenek. Már az 50-es évek elejétől nagyon meghatározó a szerepe, akkor egy Junger Károly nevezetű államvédelmi ügynök, aki vezeti ezt a kirendeltséget. Junger Károly egyébként valamiféle rokoni kapcsolatban volt Sebestyénnel, ennek a felderítését nem sikerült pontosítanom, de az egészen biztos, hogy nagyon jól ismerték egymást, és Jungertől kért tanácsot Sebestyén János 57-ben, hogy hova lenne érdemes kihelyeztetnie magát, ahol egész egyszerűen jól lehet keresni. Junger Károly nagyon jól ismeri ezt az egész korrupciós hálózatot, ami ráépült a külkereskedelemre, és ezért javasolja Sebestyén Jánosnak a frankfurti székhelyet. Sebestyén oda kerül, és kialakítja azokat a nagy nyugat-német cégekkel azokat a kapcsolatokat, amelyek aztán egészen a rendszerváltásig gyakorlatilag befolyásolják, befolyásolják Magyarország gazdaságpolitikáját, és nagyon komoly részt visznek el a külkereskedelmi tevékenységből is. Az egyik ilyen nagy cég a Siemens. 1962-ben Sebestyén János hazatér, ugyanis létrehoznak egy új szervezetet, ez lesz az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, amelynek alelnökévé nevezik ki Sebestyén Jánost. Az OMFB egy hatalmas költségvetéssel működő szervezet, amelynek a feladata, hogy az ország technológiai színvonalát növelje. Nyilván itt elsősorban a 60-as
évek végétől már elsősorban a számítástechnika és a mikroelektronika lesz az, amely a legnagyobb részt kiteszi az OMFB beszerzéseiből, de amúgy az ország teljes technológiai színvonalának a növeléséért és az ehhez szükséges technológiák beszerzéséért felel az OMFB. Hatalmas költségvetése van, és nagyon-nagyon nagy kedvezményeket kap, nem kell versenyeztetnie, vámmentesen hozhat be termékeket. Innentől kezdve azok a nyugati cégek, amelyek az OMFB-vel vannak kapcsolatban, hatalmas előnyre tesznek szert azon cégekkel szemben, akik szimplán valamelyik külkereskedelmi vállalattal kívánnak kapcsolatba lépni és szerződést kötni. Mivel szakosított külkereskedelmi vállalatok végzik az árucsereforgalmat a szocializmus idején, azt is meg kell oldani, hogy ezt valahogy egyszerűsítsék, így a Transelektro lesz az a külkereskedelmi vállalat, amely vállalja az OMFB beszerzéseit, függetlenül attól, hogy milyen termékről van szó. A reformok bevezetése akadályozza ezt a jól működő szisztémát is. Nagyon érdekes összefüggés, hogy 1969-ben a reform közgazdászok egyik kiemelkedő személyiségét, Péter Györgyöt letartóztatják, majd nem sokkal a letartóztatása után állítólag öngyilkosságot követel. Azért fontos megemlíteni ezt a momentumot az új gazdasági mechanizmus megbuktatásával kapcsolatban, mert Péter György ekkor a Központi Statisztikai Hivatal vezetőjeként Nyers Rezső egyik jobb keze volt, és maga is részt vett a reform folyamatok kidolgozásában. Péter György azonban több szállal is kapcsolódott ahhoz a külkereskedelmi érdekcsoportról, akiről beszélek, ugyanis neki volt egy testvére, Pikler Ferenc, aki Sebestyén Jánossal egy időben, 1957-ben szintén külföldi kiküldetésre kéri magát. Az állambiztonság feltételezése szerint ez a kiküldetés kettejük között egyeztetve is volt. Pikler Ferenc Bécsbe kerül ekkor, és az ottani atomenergia hivatalnak lesz a magyarországi képviselője. 1962-ben a román titkos szolgálat egy jelentést ad át a Magyar Társszervnek azzal kapcsolatban, hogy cionista, úgynevezett cionista körök éremcsempészést és egyéb numizmatikai értékeket csempésznek a Budapest és Bécs között, és ennek a csempész tevékenységnek az egyik szereplője Péter György. Az állambiztonság nem foglalkozik ezzel az átirattal, mintha nem is érkezett volna be ez a figyelmeztetés, azonban 1969-ben, az új gazdasági mechanizmus beindítása után egy évvel, éppen akkor, amikor a reformközgazdászok igyekeznek ellehetetleníteni a külkereskedelmi lobby erejét a egységes számítástechnikai rendszer mögötti pénzek lenyúlásával kapcsolatban, akkor hirtelen előveszik ezt a 62-es bejelentést, és elkezdenek nyomozni Péter György után, és megállapítják, hogy valóban abban az időszakban, tehát 58 és 62 között csempész tevékenységet folytatott Budapest és Bécs között. A nyomozati iratoknak az a külön érdekessége, hogy nem veti fel Pikler Ferenc tevékenységét, szóba se kerül nyomozás során, hogy ebben az időszakban, ugyanezen az útvonalon, ugyanezt a tevékenységet végezte a gyanúsított testvére is. Tehát egyértelmű, hogy nem a csempész tevékenységre kíváncsi ekkor az állambiztonság, hanem valami miatt félre akarják állítani Péter Györgyöt. Péter György letartóztatása után a kórházi szobában, ugyanis egy infarktus után ő éppen kórházi kezelés alatt állt, amikor letartóztatták, állítólag öngyilkosságot követett el elég gyanús körülmények között, sem akkor, sem azóta nem fogadja el sem a közvélemény, de a történész szakma sem, hogy valóban öngyilkosság történt volna. Péter Györgyöt minden valószínűség szerint meggyilkolták, és én feltételezem, hogy nem egyszerűen csak az új gazdasági mechanizmus megbuktatása volt ezzel a cél, hanem valószínűleg Péter György a testvérén keresztül nagyon sokat tudhatott erről a külkereskedelmi érdekcsoportról, és valószínűleg ezért kellett őt félreállítani. 1969-től, tehát az új gazdasági mechanizmus beindítása után egy évvel
A Szovjetunió utasítására a blokkban egy egységes fejlesztés kezdődik, ez az egységes számítástechnikai rendszer kiépítése indul meg, aminek az a lényege, hogy a blokk országainak ki kell egy olyan számítástechnikai családot fejlesztenie, amely kompatibilis egymással. Ennek a legkisebb tagját kapja Magyarország, és ezekhez a fejlesztésekhez óriási pénzek társulnak, tehát nagyon nagy költségvetéssel indul meg ennek a fejlesztési rendszernek a kivitelezése. Nyilván itt már mikroelektronikáról, mikrocsipekről, különböző olyan elektrotechnikai berendezésekről van szó, amely a számítástechnika fejlesztéséhez nélkülözhetetlen. És az OMFB az, aki ennek a hátterét nyújtja, az OMFB az, amely meghatározza, hogy milyen termékeket kell beszerezni nyugatról. Innentől kezdve a nagy nyugati cégek, akik természetesen értesülnek Sebestyénéken keresztül erről a tervről, erről a beruházásról, hatalmas lobbiharcba kezdenek, hogy ki legyen az a cég, az a beszállító, akiken keresztül a magyar állam elvégzi az ehhez a fejlesztéshez szükséges beszerzéseket. A Siemens az, aki feltehetőleg a legalaposabban korrumpálja ezt a külkereskedelmi érdekcsoportot. Itt Sebestyén János nagyon komolyan lobbizik a Siemens keretszerződés létrehozásáért. Nagyon érdekes, hogy 71-ben egyébként a Szovjetunió és a Siemens között létrejön egy ilyen keretmegállapodás, tehát nem mondhatjuk azt, hogy a Szovjetunió az, amely megakadályozná, vagy leállítaná ennek a szerződésnek az aláírását. Nagyon úgy tűnik, hogy kifejezetten a magyar reformközgazdászok azok, akik mindent megtesznek azért, hogy ez ne történjen meg. Például 1973-ban van egy tárgyalás, erről az állambiztonság részletesen jelent. 1973 nyarán Baconi Jenő, a külkereskedelmi miniszter helyettes, és Vályi Péter, mint a minisztertanács elnök helyettese vesz részt ezen a megbeszélésen, ahol Sebestyén János mindenképpen alá akarja iratni ezt a keretszerződést a Siemens-szel. Hatalmas vitatámat, sem Vályi, sem Baconi nem támogatja a szerződés aláírását. Állítólag Sebestyén nagyon dühkitörést produkálott a bizottsági beszélgetésem. És az is nagyon érdekes egyébként, hogy ezen a nyáron, 73 nyarán Vályi Péter egy amerikai látogatáson vesz részt. Ő az első magasrangú magyar kormányzati ember, aki hivatalos látogatásra érkezik az Egyesült Államokba, és gazdasági ügyekben is tárgyal. A Sebestyénék számára ez komoly veszélyt jelent, ugyanis benne van a lehetőség, hogy valami nagy amerikai koncernnel való megállapodás után a Siemensnek az esélyei adott esetben romlanak, ezért próbálják aláásni Vályi tárgyalásait. Konklúzióként elmondható, hogy a reformközgazdászok egyértelműen szemben álltak a külkereskedelmi lobby érdekeit képviselő korrupciós hálózattal, és igyekeztek ellehetetleníteni annak működését. Ugye az új gazdasági mechanizmus piac és teljesítmény orientáltsága egyértelműen veszélyeztette a külkereskedelmi lobby érdekeit, és nem is sikerült áttörni ezeket a határokat, ugyanis hiába kapott néhány termelőkapacitás az új gazdasági mechanizmus beindítása után kereskedelmi jogot. Valójában a magyar árucsereforgalom 70%-át egészen a 80-as évek végéig ezek a külkereskedelmi vállalatok bonyolították. Tehát a rendszer, a szisztéma maga nem gyengült és nem tört meg. És az is egyértelműen látható, hogy a mechanizmus kifulladása pont egybeesik a külkereskedelmi lobby nagy sikerével, az 1972 őszén meghozott pénzügyminiszteri rendelettel, amikor is ezeknek a vegyes vállalatoknak az alapítását engedélyezik számukra. Ugye ez azzal járt, hogy innentől kezdve egy hatalmas cégalapítási hullám indult meg a nyugati világban. Létrejött egy olyan offshore jellegű hálózat, amelyek kisajátítva ezt a közvetítő kereskedelem bonyolítását, a jutalékrendszer és a korrupciós pénzek nagy részét
elnyelve hatalmas tőkét vont ki az országból és a külkereskedelmi forgalomból. Láthatjuk, hogy itt nagyon komoly pozícióharcok voltak, és elsősorban a pénzről szólhatott ez a nagy harc, és olyannyira kiélezett volt ez az egész ellentét, hogy politikai gyilkosság gyanúja is felmerült Péter György kapcsán, és hát természetesen Vályi Péter balesete után is számos találgatás indult a közvéleményben, hogy mennyire lehetett véletlen az ő balesete. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!